A céget a tulajdonosok 1989 év végén alapították, működését 1990. január 1-től folytatja. A cég magas építéssel foglalkozik alapvetően, illetve különleges esetekben mélyépítést is vállal. Magas építésen belül nagyon nagy súlyt képvisel a mezőgazdasági vállalkozók részére végzett építőipari munka. Kisebb százalékban dolgozunk intézményeknek, ezek között említhetném a tavalyi évből a Bács-Kiskun megyei közlekedés felügyelet vizsgavázis felújítását, nyilászáró cserét, illetve komplett belső falfelület és burkolat felújítási munkát végeztünk, kiegészítve valamennyi épületgépészettel. Dolgoztunk a Soltvat kert és vidéket takarékszövetkezetnek, neki Kecskeméten társasházat építettünk, illetve a Bajai fiók kialakítási munkájánál vettünk részt, ami egy meglévő épület jelentős átalakítását jelentette erre a banki célra. Tavalyi referenciái között említhetném a Budaörsön a Szarvasi Mozzarella Kft-nek építettünk egy logisztikai központot, 200 millió forintos nagyságban. Legjelentősebb partnerünk az elmúlt években a nádudvari székhelyű Kita RT volt. Részt vettünk a Kita RT síktározó építési programjában, ennek a keretei között Dunántúlon, több helyen, Tiszántúlon, Dunatisza között építettünk síktárolókat, több tucatot. 2003-ban Kaposvár mellett egy meglévő hűtőházat alakítottunk át a síktározóvá. Mi egy speciális feladat volt, mert teljesen egyedi tervezésen és speciális anyaghasználatokkal történt. A mezőgazdaságban dolgoztunk a Bajai Székhelyű Kamarás Duna Kft-nek, őnek szintén síktározókat építettünk. Dolgoztunk Solton egy egyéni vállalkozónak, akinek silós tárolót építettünk. Szegeden egy mezőgazdasági vállalkozásnak építettünk egy darab síktározót a tavaly évben. Az elmúlt néhány évben síktározó építéseknél speciális ismeretekre tettünk szert. Sikerült már eljutni egy olyan szintre, ahol optimalizálni tudjuk a megrendelői oldalon keletkezett igényeket. Ez azt jelenti, hogy egy minimális költsége nagyon jó használati értéket produkálunk. Folyamatosan részt veszünk társasházépítésekben. Bajavárosban minden évben van egy-két társasházi referenciánk. Itt jellemzően a vevők által még megfizethető 40-60 négyzetméter közötti lakásokat építjük. Többfajta lehetőség van, választható a szerkezetkészség, illetve a húsakészség. Ezt mindig az adott vevői kör dönti el, illetve az azon belül keletkező egyedi igények. A társasházépítésben törekszünk arra, hogy a megrendelőknek minden olyan igényét kielégítsük, ami egy építéshez kapcsolódik. Nem csak a konkrét építés kivitelezési költségeket biztosítjuk, hanem a hozzácsatlakozó közmű csatlakozásoknak a kiépítését az ahhoz tartozó díjak megfizetésével, illetve részt veszünk a használatbevételi engedélyezési eljárásba. Sőt, adott esetben az előkészítést mi magunk a saját terükön végezzük. A megrendelőnek annyi kötelezettsége van, hogy a saját oldalán a finanszírozást biztosítsa. A városban a Kossuth Lajos utca és az Arany János utca sarkán található különösen értékes telek, ahol egy igényes sarok épületet sikerült kiépíteni. Több üzlettel, illetve lakásokkal. A cégnek több telephelye van a városban, a központunkat a Bajaváros Dózsa-György út 97 szám alatt működtetjük, ezen kívül az egykori két magyar laktanyában is van egy-egy telepünk, illetve belterületi ingatlanokkal rendelkezünk a város keleti részén a Szeged felé kivezető úton. Távlati terveink között szerepel ezeknek az ingatlanoknak a fejlesztése. Ezek a ingatlanok ipari fejlesztésre nyújtanak elsősorban a lehetőséget, ipari szolgáltató tevékenységnek a betelepítésére, nem mi magunk kívánjuk üzemeltetni, lehetőséget kívánunk biztosítani egyéb vállalkozásoknak, a hasznosítás módja majd bérbeadás, illetve eladás lesz a későbbiekben. Statisztikai átlag létszámunk 30 és 40 fő között mozog évről évre. A szezon jelleg miatt ezt télen mindig kevesebb, nyáron mindig egy picit több. Jellemzően az állományban kövöleseket és festőket tartunk, ők 5 és 10 fő közötti létszámmal képviseltetik magukat, egyébként pedig a építőiparban jellemző egyéb szakmunkásaink egy-egy fő a szükség szerinti mértékben. A utóbbi évek árbevétele folyamatosan emelkedett, ezen belül is volt egy kimagasló év, a 2005-ös év, amit 2006-ban már nem tudtunk elérni, de 2006-os árbevétel, ez kb. 10-szeres a 2000-es év árbevételének. A 2007-es évben szeretnék megtartani a 2006-os évnek az árbevételét, nagyon bízunk az uniós fejlesztési pénzeknek a megjelenésében, mi több erre építjük az egész idejéves várakozásainkat. Ami a tevékenységünket kiszolgálja, géppark, kisterautóink vannak, a tevékenységünket zsalórendszerre, állványrendszerre, egyéb kisgépekkel évekkel ezelőtt kiszolgáltuk. Ezen a területen fejlesztést nem tervezünk, kizárólag a meglévő ingatlanainkat kívánjuk fejleszteni, ezt tekintjük egy értékálló és egy hosszabb távú lehetőségre. A cég értékei között feltétlenül megkívánom említeni a 17 éves működést, azt, hogy ez a 17 év alatt minden évben nyereségesek voltunk, ugyanazzal az adószámmal, ugyanazzal a személy összetétellel, ugyanazzal a székhelyel működünk. Mindig kiszámíthatóak voltunk a partnereink felé, megbízhatóak vagyunk.
A 2006. augusztusa óta rendelkezünk a tevékenységünket tanúsító ISO minősítése. Bizakodva tekintünk a jövőbe, ezt a két dologgal szeretném alátámasztani. Jelen pillanatban is folyamatban van egy belvárosi ingatlanfejlesztésünk, ahol is a város főteréhez néhány száz méter egy igen szép társasházat kívánunk építeni még az idei év folyamán, illetve bízom abban, hogy a meglévő partnereink a továbbiakban is együtt fognak velünk működni, és megrendelőink között tartatjuk őket a továbbiakban is számon.